Makovec Imre, ég és föld közötti építészet című vándorkiállítás oszlop installációja látható a Domovári Művelődési Központ előtti téren. Az országjáró kiállítással az építész munkásságát szeretnék közelebb vinni az emberekhez, tudtuk meg a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgató helyettesétől. Makovec Imre halálának 10. évfordulójára határozta el a Makovec Imre Alapítvány, a Nemzeti Múzeum segítségével egy országjáró kiállítást, országjáró installációt hoz létre. Ezt Makovec oszlopnak hívjuk. Ennek volt egy előzménye, ami a Nemzeti Múzeum kerítésén, egy ilyen kerítéskiállítás, ahol még több ilyen Makovec épületet és tervet lehetett látni, de ennek pedig az az érdekessége, hogy itt nem csak az oszlopnak a négy oldalán vannak az ikonikus Makovec épületekről egy kis leírás és fénykép, hanem videóinstallációkon is bemutatjuk azokat az épületeket, amiknek akár a belső tere, akár a külső tere, de hát fantasztikus élmény és fantasztikus innováció Makovec Imrétől. Nem én csináltam ezt a válogatást, Miklu Palotai Krisztina segített ebben többek között. Egyrészt az volt egy szempont, hogy a Kárpát-medence teljes területéről jöjjenek épületek. Ugye ismert, hogy Makovec Imre nem csak Magyarországon, hanem más magyar lakta Kárpát-medencei településeken is dolgozott, akár a lendvai, akár a csíksomjói munkáira gondolnánk, vagy a Vargyasi templomra, ami nekem különösen közel áll a szívemhez. Tehát ez is szempont volt. Az is szempont volt, hogy legyenek szakrális épületek, legyenek világi épületek is benne, és az is szempont volt, hogy legyenek megvalósult épületek és legyenek tervek is. A 2011-ben elhunyt Kossuth és Ybl Miklós díjas építész, a magyar organikus építészet megteremtője előtt tiszteleg ez az oszlop, amely már az ország számos pontján megfordult. Makovec Imre annyira meghatározó személyisége volt az építész társadalomnak, és ezen túl a magyar művészeti társadalomnak, hogy azt hiszem, hogy érdemes rá emlékeznünk, és az ő gondolatai azok tovább élnek a tanítványaiban, az épületében is, és a tanítványainak az épületében is. És azt hiszem, hogy egy példát tud mutatni arra, hogy eléggé korlátozott körülmények között kellő kitartással, kellő tehetséggel, kellő elszántsággal, akár világhírnévre is szert lehet tenni Magyarországon. Azt nem mondom, hogy sorok szoktak állni előtte, de az biztos, hogy este ad egy jó hangulatot, és érdemes megállni ilyenkor, és végignézni a filmet, ami a sötétben még jobban látszik, mint a tűző napsütésben. Az emberek meg szoktak azért állni, el szoktak gondolkozni rajta szerintem, és én bízom benne, hogy más szemmel nézik majd ezeket a Makovec épületeket is, különösen, hogyha egyik másikról meg tudnak olyan részleteket, olyan mögöttes tartalmakat, amik nem biztos, hogy nyilvánvalók mindenki számára. Többnyire olyan helyszínekre állítanak ki, ahol az építészetének különleges hagyományai vannak. Dombováron több olyan épület is található, amelyet az ismert építész tervezett, illetve van még egy nagy terve a városnak, amelyet Makovec Imre neve fog majd fémjelezni, tudtuk meg a település alpolgármesterétől. Nagyon szoros kapcsolatai voltak Dombovárral, barátai voltak itt, és nagyon szívesen járt Dombovárra. És több épületet is tervezett, még magánház, családi ház is van, amit ő tervezett, az egyik barátjának egyébként. És hát most ez az oszlop, ami ide került, ez egy jel is talán nekünk, hogy van egy nagy elképzelésünk, hogy ez a tér, ahol itt állunk, ez megvalósul aképpen, ahogy ezt Makovec Imre megálmodta annak idején, hiszen terveket készített ennek a térnek az átépítéséhez. És a Makovec Alapítvány, aki egyébként ezt az oszlopot is most ide tette nekünk, ő bennük bízunk, és hát nagyon bíztattak bennünket, hogy ez megvalósulhat egy-két éven belül, és talán a neve is az lesz ennek a térnek akkor, hogy Makovec tér. A magyar organikus építészet megteremtőjének munkáit megelevenítő oszlopinstalláció július 4-ig tekinthető meg Dombováron a művelődési ház előtt.